Tábornok úr, tisztelettel kérem, hogy indítsuk el a viharjelző rendszert. Ez az érintés indította be azt a három viharjelzőt, amely a Velencei tavon látja el feladatát. Évek óta csak két berendezés hívta fel a nyaralók figyelmét az időjárás változásra, mostantól azonban minden erős szelet jósló előrejelzés esetén a Szúnyog-szigeten is villog egy szerkezet. A rádió segélyhívó rendszer üzemelése kezdődik meg, ami mindazok részére hozzáférhetővé teszi az információt és az információcserét, akik érintettek lehetnek a viharjelzés következményeinek a felszámolásába. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jóvoltából a Velencei tavon egy új ügyeleti rendszer is segíti a vízirendőrök munkáját. Így az egyenruhások már nem csak a Balatonról, hanem a meteorológiai szolgálattól is kapnak jelzést vihar esetén. Ráadásul ez a berendezés a viharjelzők állapotáról is tájékoztatást ad a rendvédelmi szervek munkatársainak. Adott esetben több perccel előbb érkezik meg a jelzés, és ez adott esetben életeket jelenthet, hiszen nagyon nem mindegy, hogy a vízfelületről mennyi időnk van valakit kiküldeni, illetve mennyi időnk van menteni, hogyha arra szükség van. A gárdonyi vízirendőrök április 1-től állnak szolgálatba a Velencei tavon. Az egyenruhások minden évben két motorcsónakkal pásztázzák a vizet. Tavaly munkájuk során 55 ember életét mentették meg. Erőfeszítéseik ellenére 5-en mégis a Velencei tóban lelték halálukat.